Azt kell hallgatnunk a nap 24 órájában, hogy csak az a fontos, amit a szakértők és amit a kormány mond, mert csak ők tudják, hogy miről beszélnek, ők értenek a vírusokhoz, és bennük kell bíznunk. A Washington Post külön kiemelte, hogy a halálos vírus terjedése csak úgy akadályozható meg, ha a lakosság bízik a kormányok szakértői hivataljaiban. Nos, lássuk, miket mondtak korábban, majd miket később. A koronavírus megjelenésekor a világ egészségügyi szervezete, a továbbiakban hú, arról beszélt, hogy Kínán kívül nincs igazán semmilyen fertőzés, és nem kell aggódni. Mert úgy tűnik, hogy nem terjed a vírus, úgyhogy nincs semmiféle vészhelyzet. Itt már látni lehetett, hogy a hú valószínűleg félrebeszél, és közeledik a baj. be is igazolódott, hiszen a hú tévedett. A hú és Kína is azt mondták, hogy semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a vírus emberről emberre terjedne. Ebben sem volt igazuk. A kínai kutatók elmondták, hogy a vírus nem terjed könnyen. Ez sem volt igaz. A CDC, ami az amerikai egészségügyi kormányhivatal, aminek a fertőző betegségek megelőzése és kontroll alatt tartása a feladata, az ő szakértői hogy az USA-ban nem terjed a vírus és nem kell aggódni. Ez sem volt igaz. Február 28-án a Demokrata Párt ikonikus alakja, Nancy Pelosi elutazott San Franciscóba, és arról beszélt, hogy nincs semmiféle vírusveszély, még a kínai negyedben sem, és hogy nem kell aggódni, mindenki menjen a tömegbe, nincs probléma. A fact checker tényvizsgálók próbálták mentegetni, mert szerintük Trump túlzott Pelosi kijelentésével kapcsolatban, de az a helyzet, hogy lényegében igaza volt Trumpnak. A New Yorki polgármester is arra biztatott mindenkit, hogy mászkáljanak a városba, látogassák a tömegek az ázsiai üzleteket. A vírus megjelent, mire a hú kijelentette, hogy senki se viselje maszkot, kivéve, ha ő maga is beteg. A legfőbb kinevezett amerikai egészségügyi biztos azt mondta, hogy ha valaki rosszul viseli a maszkját, akkor lehetséges, hogy nagyobb fertőzés veszélyének van kitéve, mintha egyáltalán nem viselni. Fauci azt írta egy nyilvánosságra került e-mailben, hogy a maszk nem hatékony a vírus ellen. Ezt a tényvizsgálók azzal próbálták magyarázni, hogy változott a helyzet, és ezzel együtt Fauci véleménye is. Magyarán a tényvizsgálók azt mondják, hogy a szakértőnek gőze sem volt arról, hogy miről beszélt. Fauci olyan nyilatkozatot is tett, hogy az emberek egyáltalán ne viseljenek maszkot. Később ezt azzal magyarázta, hogy hazudott, de csak azért, hogy az emberek ne vásárolják fel a maszkokat az egészségügyi dolgozók elől. A CDC pedig azt nyilatkozta, hogy akik be vannak oltva, azoknak a továbbiakban nem szükséges a maszkviselés. Mert először azt hitték, hogy aki oltott, az már nem terjeszti a vírust. Ebben is tévedtek. 2020-ban, amikor Trump utazási tilalmat vezetett be, a Vox nagyon szakértő újságírója hosszú cikket írt arról, hogy az országhatárok lezárása nem működik, és hogy a lezárás nem állítja meg a vírusokat. Érdekes, hogy amikor Biden átvette az elnökséget, és ő kezdte a határlezárásokat, akkor a cikket megváltoztatták, és mentegetni kezdték benne a határlezárást. Biden azt mondta, hogy a határlezárás csak a fekete és a barna emberek bevándorlására lett bevezetve, hogy ez szégyen teljes rasszizmus és xenofóbia. Ami ironikus, mert Biden később helyeselte a határlezárást, sőt, támogatni is kezdte. Bejelentették a kéthetes lezárást, mert a szakértők szerint két hét alatt ez eltünteti a vírust. Persze nem lett igazuk. Aztán jött az öthetes lezárás és a többi. Egyetlen Pfizer oltás elég lesz, mert erős védelmet nyújt a vírus ellen, mondták a brit szakértők. A sok szakértő arról is nyilatkozott, hogy úgy tűnik, hogy aki megkapja az oltást, az már egyáltalán nem terjeszti a vírust. Ebben is tévedtek. Az oltottaknak nem kell maszkot viselniük, mertnek bárhová. Mondta a CDC. Majd jó két hónapra rá a CDC megváltoztatta a tudományos véleményét, és azt mondta, hogy jobb, ha viselik az emberek a maszkot, akkor is, ha oltottak. A CDC bejelentette, hogy az oltás nem nyújt végérvényes védelmet, mert az idő múlásával gyengül a hatékonysága, főleg az idősek körében. A Johnson és Johnson cég bejelentette, hogy lehet készülni a második oltásra, mert a korábbi tudományos állításokkal szemben, egy nem elég. Fauci bejelentette, hogy nem egy, nem kettő, hanem három oltás kell a teljes védelemhez. Nem sokkal később a CDC rálicitált, és ők már negyedik oltásról nyilatkoztak. Közben a cnn szakértő beszélt arról, hogy bár lehet, hogy az oltott emberek sorra halnak meg COVID-19-ben, de attól az oltás még nagyon jó és hatékony. Ezután a szakértő Fauci nyilatkozott, hogy esetleg szükséges lehet majd az évenkénti oltás. Utána más szakértők mondták el a tudományos megállapításukat, ami szerint 6 havonta kell majd oltani. Ezután a CDC újra emelte a tétet, és azt mondta, hogy 6 hónap helyett 5 havonta kell emlékeztető oltást beadatni. Erre az új zélandi szakértők levitték az újabb oltások beadatását 5 hónapról négy hónapra. Sőt, a szakértők elkezdték nyilatkozni, hogy a világ most már elérkezett oda, hogy ki lehet jelenteni, hogy örökre folyamatos oltás kell, minden néhány hónap után. Az oltások kezdetekor a nők jelezték, hogy baj van, mert a menstruációjuk össze-vissza történik az oltás után. Erre persze csak az volt a válasz, hogy ez csak egy összeesküvés elmélet. Viszont vagy fél évre rá a szakértők is elismerték, hogy van összefüggés az oltás és a menstruáció összevisszasága között. Tehát a szakértők először tévedtek. Joe Biden bejelentette, hogy ő ellenzi a kötelező oltást. Persze becsapta az embereket, mert később mindent bevetett azért, hogy kötelezővé tegye mindenkinek. A hú bejelentette, hogy tulajdonképpen gyerekekre nem igazán veszélyes a vírus, meg különben is. A gyerekek tekintetében az oltóanyagnak sokkal több vizsgálatra és tesztelésre van szüksége, úgyhogy csak azok a 12 éves gyerekek kapják meg, akik veszélyeztetettek alapbetegségek miatt. Ezzel szemben a CDC szakértői javasolják az oltást már az 5 éveseknek is, és azt állítják, hogy tökéletesen biztonságos. Sőt, egyre több városban bevezetik, hogy az öt éves gyerekeknek is kötelező az oltási igazolvány, anélkül sehová sem léphetnek be, sem étterembe, sem más nyilvános helyre. A szakértők először egy hónapos karantént adtak ukázba. Ebből lett 14 nap, 10 nap, majd legutóbb már csak 5 nap. Tehát ha 5 nap elég, akkor a szakértők az összes többi esetben tévedtek arról, hogy sokkal hosszabb karantén szükséges. Florida eltörött minden lezárást, kötelező maszkviselést, kötelező oltást, stb. Elkezdték normálisan élni az életüket. Ekkor a szakértők azt mondták, hogy hullahegyek lesznek. Nagyot tévedtek a szakértők, mert nem sokkal később Florida lett az a hely, ahol szinte egyáltalán nem volt napi halott, de a fertőzés mértéke is nagyon alacsony szintre csökkent az ország másik 49 államához képest. Karácsony előtt a kormány szakértői a Fehérház oldalán nyilatkoztak. Elmondták, hogy aki nincs beoltva, azok számára a súlyos betegség és halál tele köszönt be, hogy velük és a családtagjaikkal lesz -e le minden kórház. Így egy hónappal később látható, hogy a szakértők ebben is tévedtek. Azt is mindig elmondják a szakértők, hogy csak a legbutább és a legtanulatlanabb emberek nem akarják magukat beoltatni. Ezzel szemben a felmérések azt mutatják, hogy nem csak ők, hanem az egyetemi végzettségűek sem kérnek az oltásból. Persze ezt nem igazán hangoztatják a szakértők a sajtóban. Egy időben a szakértők azt is mondták, hogy senki nem hal bele az oltásba. De azóta kiderült, hogy ez sem volt igaz. Vannak, akik belehalnak. Igaz, hogy általában a sajtóban nem teszik ki a címlapra, de egy kis utánajárással megtalálhatóak erről a cikkek a nagy sajtóban is. Az Omikron megjelenésénél azt mondták a szakértők, hogy borzalmasan sok ember fog meghalni. Később azt, hogy csak a nátha tüneteit mutatja az omikron variáns. Ráadásul védettséget ad a többi variáns ellen, de most a szakértők megint változtattak a véleményükön, és most már azt mondják, hogy lehet, hogy nem nyújt védettséget. Magyarul össze-vissza beszélnek, és gőzük sincs semmiről, szokás szerint. 2020-ban a BLM tüntetésekkor mondták a szakértők, hogy a tüntetéseken nem terjed a vírus. Miközben Trump gyűléseit folyamatosan vírusgócfontoknak nevezték, Beleértve január 6-át is. A szakértők elmondták, hogy az oltás mennyire nagyon működik, és hogy a fertőzést is visszafogja, de meg lehet nézni a számokat. Oltás előtti időszakban a maximum rekord napi 800 új fertőzött volt, most meg már a napi 4 millió fertőzötthöz közelít. Ha bármi igaz lett volna abból, amit a szakértők mondtak, variánsok sem lennének, mert az oltás, a maszk, a kézfertőtlenítő, a távolságtartás, meg a karanténok és lezárások már rég eltüntették volna a COVID-19-et. A szakértők, a politikusok, a média, meg a tényvizsgálók mondanak mindenfélét, meg annak az ellenkezőjét is. De persze csak az átlagember tiltják ki és cenzúrázzák a közösségi médiában, ha az ő véleménye bármiben eltér a napi tudományos narratívától. In San Francisco's Chinatown, House Speaker Nancy Pelosi visited the area today to try and get the word out that shoppers are safe. The Speaker is urging people to come out again and not be afraid. Also, to say to everyone, you should come to Chinatown. Precautions have been taken by our city. Uh, we know that there's a concern about tourism traveling all throughout the world, uh, but we think it's very safe to be in Chinatown and hope that others will come no i don't think it should be mandatory i wouldn't demand to be mandatory but i would do everything in my power it's like i don't think masks have to be made mandatory nationwide